Buda zöldövezeti részén vagyunk. Ez a mostani Star Wars színhelye. Mögöttem egy nagyon szép családi ház, ami cseppet sem hivalkodó. A bejárat egy picit színes, a kerítés igen magas, legalább 2 méter, 2 méter 20 cent is. Hogy kit rejt ez a ház, ez pillanatokon belül kiderül, legyen ez még egyelőre titok. Becsöngetünk, közben azt nézem, van-e névtábla? Nincs, nincs. Szóval a Star Wars-akon általában vegyük tudomásul, nincs névtábla. Csöngő. Csöngő az van. Na, ki jön ki elénk? Én nagyon izgulok, bár tudom, kiről van szó. Talán nincs itthon? De itthon van. Megjelenik egy sziluett. Igen. És csak nem szikora Robert állott az ajtóban. Szia, Robikám, engedj be, légy szíves. Oké. Hát, hozzád jött, egészen meg vagy lefelátok. És kamerával van egy itt. Szia! Star Wars nézőbe jöttünk. Gyere, most már megbeszéltük, csak most már elfelejtettem. Te vagy a házigazda, szerintem menj előre. Robikám, én mikor először megláttam ezt a szobát, nekem rögtön John Lennon és az Image nevű videoklip jutott eszembe. Ez így is van. Ez nem is véletlen, ez így van. Úgy néz ki, hogy a Yoko Ono meghívott, megjövő a fickóval, és meghívott New Yorkba, ebbe a házba, amiről ez lett levéve. Úgyhogy most ez jó volt ez a kérdés, ez is pont ma történt egy órával ezelőtt. Ez érdekes. Kedves-e neked ez a szoba, és ha igen, akkor miért? Hát ez is ugyanolyan kedves, mint minden terem, vagy minden szoba, mindegyik másért kedves. Ez azért kedves, mert ha ide bejövök, akkor ez itt végülis az egész életem itt van, mert az ember mit csinál, egész életében lemezeket csinál, és ezek a lemezeknek a... Ugye az ötös, mikor osztálykönyvvel beírnak egy ötös. Szóval ezek ötös, négy alá, ezek aranylemezek, meg platinalemezek. És hát szerintem nincs is nagyon Magyarországon valakinek ilyenje. Ez a legjobb. Legalábbis ilyen sok. Legalábbis ilyen sok, ja. Tudod azt fejből, hogy hány lemez van a falon? Ne nézz oda. Nem tudom. 20 plusz 1. Tényleg? Hát 20 plusz 1. Hát ebből ez az egy, amit nem lemezért kaptam, ez látod, ki volt írva, Pop Gala, tehát a 80-as évtized zenész a cím, és az azért volt jó, mert ezt 10 évenként egyszer adják ki, és megjelöztem Presser Gálont és Szerényi Leventet, jó, ez egy játék, de azért akkor is jó volt, hogy ebben az évtizedben a közönség szerint én voltam a legjobb. Jó, na mi? Na mindegy. Nagyon kevés újságíró szokott eljönni ide, illetve nem szeretem, ha ide jönnek. Most is veletek kivételt tettem, mert azért tényleg tévét se engedtem be egyszer talán életembe a lakásomban. Ez egy privát dolog. De akkor az, tudom, hogy akkor el kell úgy mondani, ezt mindenki megkérdez, hogy fú, ez marra jó csillag, mi ez? Tehát ez a történet. De nem vagyok, szóval hogyha mondjuk ellopnák ezeket, akkor se lennék körgyilkos. Mert az összes a szívemben van ezek közül. Nem ez az a helység a lakásban, ahol a legtöbb idődet töltöd, hanem egy másik. Most menjünk oda le szerintem, jó? Jó. Itt tényleg csak zongornyázni szoktam, meg ott a várost nézem reggelente, mikor jó süt, most nem süt, mert éjszaka van. Na, menjünk, ahova dolgozni szoktam. Na, gyere, Fibi. Közben egy szinten lejjebb jöttünk. Ja. Ez a te birodalmad. Abszolút, az én birodalmad. Itt szoktam a zenei merényleteimet elkövetni. A nagy érdemű ellen. Az imént említetted, hogy egy picit zárkózott vagy hogy a lakásod a szent, és nem engedsz be senkit. Mióta fontos nagyon az, hogy legyen egy vár, ahol visszahúzódhatsz? Hát azóta, amíg úgy viselkedtem, hogy mindenki bejöhetett, boldog-boldogtalan, szóval itt nem volt zárva az ajtó senki előtt, rajongók előtt, újságírók előtt, barátaim előtt, ellenségem előtt, bárki bejöhetett, és tényleg mindenhol voltak a lakás minden részében emberek egyidejűleg, itt zenét írtunk, ott újságcikkeket, vagy riportot adtam, ott fönt tíz év főzött, a felségem lejött tíz év, szóval ment az élet. Ez egy ideig ment, egészen, mit tudom én, 7 évvel ezelőttig, amikor aztán betörtek hozzánk. Most akkor azt mondtam, na, akkor itt vége. Tudod, és az olyan rossz érzés, az el se lehet mondani, mikor érzed, hogy itt valaki bent járt,
Nem is az, hogy ellopnák a cuccaidat, hanem hogy valaki bent járt, valamit megszentségtenített, és az nagyon rossz volt. Egyből mázoltattunk mindent, átépítettük a házat, és azóta azt mondtuk, hogy snit. Lehet engem látni, akárhol az újságban, tévében, nem akarok. De hát mondjuk, de szereped más. 10-15 évvel ezelőtt mennyiben, vagy mennyivel másabb szigorra Róberttel ültem volna szemben? Hát sokkal. Sokkal. Nagyon, nagyon sokat változtam szerintem, de mondjuk ez természetes is. Bár az aposom mindig azt mondta, aki hülye volt gyerekkorában, az felnőtt korában is hülye. Tehát érted? A József, ha hülye, a Józsika korában is hülye volt. Szóval ez valahogy így van. De van, aki meg fejlődik és később. Én nagyon később érő típus vagyok. Mindenben később látom meg a dolgokat. Nagyon korán elkezdtünk tényleg klubokba játszani. Én 15 éves koromban alakítottunk egy zenekart Moszkitoz néven. Az első fellépésünk az a mamámnál volt a Máv Landler Jenő osztószertárában, az egy ilyen simpityuknál. És a gázsi az volt, hogy egy ilyen kosárra körülmentek, és a vasutasnak már mondták, hát a Franciskának a fia. itt fejenként 35 forint. Ami akkor nem is volt rossz, arra az pénz. Annyit kaptunk, ez volt az első gázsink. Ezért bekerültem egy zenekarba, aminek Wambler volt a neve, az tényleg már profiot már tudtak gitározni, fiúk meg. Szóval az egy egész jó csapat volt. Annak idején igen fiatalon kerültél be a Ferm nevű zenekarba. Hát a Fermet tudod, úgy nevezték, hogy a legprofibb amatőr zenekar, ez volt a titulusa. Egyszer volt egy tévéből behívtak egy ilyen felvételre, és mondták, hogy tessék, akkor produkálják magukat, ez a duma volt, produkálják magukat. De mondták, hogy köszönjük szépen, majd értesítjük. Holott úgy játszottunk, hogy tényleg a Hobo, a Nagyferó, a Schuster Lorent, a P-Mobi, és így néztek az első sorba, hogy ilyen zene van, ilyen zenekar. De hát miután valahogy érvényesülni szerettem volna, meg valami pénzt is keresni, úgy sírva ríva elmentem Ungáriába. Ez nagyon érdekesen történt, legalábbis ahogy elmesélted nekem, hogy megjelent fehér öltönyben, mint szinte a Fehér Lovon a herceg Fenyő Miklós, és egyszerűen elvitt a zenekarba. Aha. A Fenyő már akkor is elég furcsa volt, nem érdekelt, hogy én hogy dobolok, azt látta, hogy jól dobolok. Mert milyen hatást gyakorolok a közönségre, és én értettem akkor két Paul McCartney számot. És végülis neki azt tetszett meg, hogy a második helyen, ahova eljöttek, az Csepelen volt, 6 ember. Komolyan. Ahol játszottunk először a dugig telt házal, most a Skála Metró van, ott volt egy klub. Aztán a következő helyre, ahova eljöttek, oda, ott 6 ember volt. És én one zsenét kimentem, és azt mondtam, hogy egyem is látom, hogy rosszul érzitek magatokat, nem baj, egy Paul McCartney számot elnyomok. Na akkor everybody, mindenki tapsolok, hát ilyen! Érted, 6 ember volt, és így összenéztek a fenyőkét, és hogy te, ez a csávó bolond, hogy mi ez? De látták, hogy teljesen néző vagyok, gátlástalan vagyok a színpadon, és érthetetlen volt, hogy utána leültünk beszélgetni, és ott meg gyengeltesős voltam, és ez nagyon tetszett a Fenyőnek. És egy olyan 2 hét alatt elindult a szekér. Első hét próbája után ki akartak rúgni a Hungáriából, mert a Fenyőik már tudtak nagyon szépen beszélni, tudod, ilyen... Én meg abszolút apolitikusan viselkedtem most, ezt hogy mondjam. Szóval bementük az Oriba, Zoriban volt egy nagy büfé, ahol lehetett ebédelni, és akkor a Kessler pár nevű igazgató volt, és akkor a Fenyő meg a Sipos, aki a két zenekar vezető volt, hogy Bali bácsi, tessék lejönni ide, az volt a Kessler pár, az országos király volt ott abban az időben, ami azt mondta, hogy mehet, akkor az mehet, és a keze elért, oda abban a rendszerben ezek a kezek elértek mindent, és leültek, és hát tessék helyet fogni, nem mertek enni se. És az öreg valami húst elvett, ami nekem baromira tetszett, és kivenni, mondom, szabad ezt a húst elvenni? És megmerevetett a levegő, nálunk pedig ez a Fennben, a külvárosban, a zenekarnál, mi a körtéri büfébe ettünk, ott teljesen izé volt, addig egy kicsit ő is tunkott az enyémből, mindenkiből. És én ezt megcsináltam, és át se gondoltam, hogy ez egy az Orrinak az igazgatója volt. Belenyúltam a kajába, és elvettem. Hát másnap összejött a vésztanács a Hungáriában, hát az ember, ez nem lehet emberek közé engedni, bocsánat, de jó dolog, de azért ez egy állat. Aztán valahogy megvédtek, azt hiszem, a Kékes Zoli meg, hogy még fiatalosság, hát még adjunk egy kis türelmi időt. És aztán elmentünk Madridba, az jó volt, és egy hétre rá meg elmentünk egy NDK műsorra, ahol a Kovács Kati volt az első rész,
és Ungári volt a másik éves, és nekem meg kell tanulni egy 3 órás műsort dobolni, az emberi mértékkel lehetetlen lett volna, mert nekem azért mégis sikerült, és akkor mondták, hogy hát ez a csávó zseni, lehet, hogy bolond, hogy minden baj van, de hogy dobolni nagyon jól tud, és a zenei memóriája is zseniális. Szóval így maradtam én aztán Ungáris. A Hungáriában már a külsőségeket is követned kellett, legalábbis a Hungária által diktált külsőségeket. Ha jól tudom, nem volt autó, tehát villamossal, busszal jártál, kék volt a hajad és fülbevalód volt, ami 1980-ban hát bizony csodaszámba ment. Igen, hát most nagyon tükrottunk a történelemben, mert aztán voltak ugye a Hungáriának ugye olyan 6-7 éve, amikor itthon a kutyának nem kellett, holott a magja az ugyanaz az volt, aki aztán később 80-ban befutott. Amiről te beszélsz, hogy kék hajam volt, hát persze, hát eldöltöttük, hogy rákendolt csinálunk, és azt az utcán is vállalni kell, ez volt a fenyének a fixa ideje, hogy az utcán is lássák, hogy ez, tehát mindegy élő hirdető tábla az utcán is, az kemény időszak volt. Akkor még mindig a szürke volt a divat, tudod, a kommunisták együtt szürke volt a divat, a rokkosok is olyanok voltak, hogy fekete Jacky, de az is olyan szürkére hasonlított. Most ehhez képest nekem szürke volt a hajam, mert én voltam Fritz, úgy neveztek, hogy Fritz, tehát olyan dandy gyerek, ilyen jeansines dandy, de fehér lett. Most kihidrogénezték a hajamat, amiből aztán az lett, hogy ilyen lukak nőttek a hajamba belül, föl. És ekkora kék-fehér amerikai zakó, piros nadrág, ilyen hegyesorú cipő, sárga cipő. Hát figyelj, ott minden voltam, csak szép fiú nem a buszon. Hát most képzeld, hazértek ezek a munkás emberek, hazértek a tömött buszon, itt a Szent István partnál felszálltam a Jászai Mari téren busz, vagy villamossal, és átmentem a Margit hídon. Isten, amit ott kaptam, szóval komolyan mondom, inkább a paplaci vert volna, a PP, csak azt nem lehet elviselni, mikor így beszólnak. Lett-e akkor bátorság ahhoz, hogy kilépj egy ilyen zenekarból, egy ennyire működőképes zenekarból, mint a Hungária? Hát nagyon. A Hungáriában van a Fenyő Miklós, meg ott sok ilyen jampi, ott ilyen haját. Ki az a szikadarról? Van egy dobos. Azt sem tudtam, hogy milyen ajtó, holva kell bemenni, mit kell csinálni, hogy kéne egy zenekart alakítani. Érted? Gyerek voltam. Itt. Valami gyerek már nem voltam, mert 28 éves voltam. Úgyhogy ez egy biztos halálos ugrás volt, csak a jó Isten, az angyalaim és a feleségemnek köszönhető. Azt hiszem, jó sorrendben mondtam, hogy én el sem mertem volna vállalni, az biztos, csak volt a Zsuzsa, aki azt mondta, hogy figyelj, hát itt írod a számokat reggeltől estig, és akkor úgy fogadják el a számaidat, hogy jó van, ezt elfogadjuk. Érted, mikor te írtad a micsoda bőjt a Csalmarinát, a gyere-gyere Júlit, a mit tudom, egy csomó számot. Azt mondta, Zsuzsa, lépj ki, legyél kemény, mondd meg neki, menjek a francba. Én ezt mondjam, és akkor mit csinálok utána? Azt mondja, nem baj, majd elleszünk az óvonai fizetésemből. Ehhez képest az Ergo már egy óriási változás volt neked is, hiszen ott már irányító, sőt meghatározó ember voltál. Ja. Hát ott valami olyan forradalom történt az agyamban, hogy én magamra nem ismertem volna ott rá. Olyan, teljesen kivetkeztem önmagamból, szóval olyan ideg kitörésem voltak, olyan napkitörések voltak, hogy bementem az Oriba, és úgy beszéltem az emberekkel, akiket a gatyámból rángattam. Azt mondták, hogy ez megőrült, ez a gyerek, ez a Hungária, ez olyan kedves, kis csendes srác volt. És valószínűleg, hogy a Fenyőtől vettem akkor a példát, az rossz példa volt, ezt az agresszív, ki ha én nem, tudod, ez a... De hát valószínűleg, hogy az volt, hogy annyira komolyan vettem, és tudtam, hogy ha itt most elbukom, akkor vége, akkor lehúztam a redőnyt, akkor kár volt egész életemben imádkozni a Jóistennek, hogy ne vigyenek katonának, mert kiesz, mert lelassul a csuklom, akkor minden kár volt, minden oda veszett, ha most elbukom, mert akkor innen nem lehet fölkelni. És akkor... Éreztél valamilyen fajta elégtételt, amikor bejött az Erbúnak? Mert nagyon bejött. Hát persze, nagyon. Hát először is a lemezgyár azt mondta, hogy ha én kilépek a Hungáriából, akkor ők soha nem adnak ki velem egy lemezt. Csináltok, én lehetek a világ legnépszerűbb embere, nem adnak ki velem egy lemezt. Az a lemezgyár mondta, akiből egy volt. Csak a világ az érdekes. Érted?
a lemezgyár gondolt egyet, és azt mondta, hogy miért ne, hát ez a fiú be tud futni, akkor abból is eladunk egy pár százezer darabot, meg a Hungáriából is. Hungáriából eladtak az út a Mentolból 400 ezer lemezt. Az első Ergóból meg 450-et. Akkor nem 400-at adtak el, hanem 850 ezeret. Érted? Szövegírónak tartod magad inkább, vagy zeneszerzőnek, netán költőnek? Mert azért néhány szövegedet elolvassa az ember, hát nem áll messze a versektől sem. Dalszerző vagyok. Ez volt ez a forma, hogy dal, ott a Németországban volt a lead, vagy a song. Tudod, mikor az életből egy hangulatot megpróbálsz te lekísérni, és ahhoz írni egy szöveget, az nem ugyanaz, mint a vers, mert a szövegeken azokon sokat gógyíztam, szóval ott sok konyak és cigarett elfogyott, éjszakánként még valami megjött. De hát igazán soha nem tudod, hogy én nem tudtam, én fölvettem magamról, aztán reggel meghallgattam, hogy mit írtam éjszaka. Hát nagyjából rosszakat írtam, de volt, ami zseniális, szóval zseniális. Hát a magam szintje olyan volt, hogy szinte nem is én írtam, és mindig ezek voltak a jók, a szinte nem is írtam. Szóval szeretlek is, meg nem is, ez mi az a hülyeség tulajdonképpen? Ezt épp beszélem, mert ezt nem mondja ki. Most már annyira köztudatban van, mondjuk ez a szó, vagy az, hogy a ballag a katona. A diák szokott ballagni, igaz? A katona az nem ballag. Szóval ezek a képzettársítások, ezek jók voltak, de mondom, ezek kellett éjszakák kellettek. A koncert után, most már jó másfél hónappal, milyenek értékeled a Névstadion beli fellépést? Én arra gondolok, hogy azért a zenekar tagjai nagyon sokat próbált öreg rutinos zenészek, de ennyi ember előtt egyszerre még egyikötök sem lépett föl. Hát én két dolgot meg tudok mondani neked. Van a Micsoda Böli, az volt ugye a műsornak a címe, avagy hirdetik a műsort, az én számom. Annyira izgultam, ami persze nem látszik, hogy kihagytam a középrészt. Ma nem jött nem tudott semmi baj. Kihagytam, elfelejtettem, kiesett, ott se volt. Kékes egy hét múlva azt mondja, te, mi volt a Micsoda Bölivel? Mondom, mi lett volna? Azt nem énekelted a középrészt, mondta Bolán. Nézed meg magad orvosnak. Az a komolyan. És meg visszahallgattuk a szalagot, és tényleg nem volt. Érted? De nem tudta. Jó, az is igaz, hogy olyan rossz volt a kontroll, visszahang, hogy nem láttam csak fejeket, ilyen milliméteres fejeket, így. És itt énekeltem, és nem hallottam, amit énekeltem. Hallottam, itt a dob üti, ott trombitál valaki, közönség. És semmi. Így énekeltem, és semmit nem hallottam, de semmit. Ez egyik. A másik pedig, hogy doboltam, és ez egy más státusz, mint elől vinni a prímet, és elől nyomni a sót. A dob a legfontosabb, azt kell egy sztár, egy góllövő, de kell egy kapus hátul, és az a kapus, az a dobos, aki a legfontosabb. Ha az egy picit gyorsul, vagy lassul, vagy más, szétesik, darabjára a zene. Mindenki így izé. Mert amit pirinckázik valaki, hát jó, ez egy hamis hangot, megy tovább, senki nem veszi észre abba a nagy kalamajkába. Dobos nem úgy húz, szétesik. Ő a karmester, aki ott előáll, aki ezt a meghajol. Szóval ő a karmester. Tehát nem engedtem magam át annak a jó érzésnek, hogy most nézd, élvezd. Te vagy az egyik, egy hatod ennek a nagy sikernek, aki ennyi emberek eljöttek. Szóval nem nézhettem így végig, hogy legyeltessem a szemem, hogy Istenem, köszönöm, hogy ennyi ember eljött, hanem mindegy rabszolgai dolgoltam, emberten kemény. Őszintén gondoltál arra, hogy ennyien lesznek? Hát volt egy olyan időszak az elején, mikor azt gondoltam, hogy igen. De aztán kimentem a Rolling Stones-ra, egy hónappal a Hungária koncert előtt, és 45 ezer ember, az nagyon-nagyon gyenge háromnegyedház. Mondom, a Rolling Stones itt megbukik Magyarországon, ez dráma. A Rolling Stones aki csodálatos, és mindenhol, ahova megy, a zöldfoki szigetektől, Grönlandig, mindenhol teltház van, ha más nem a fókák így állnak, és nézik a Mick Jagger, érted, és ide jönnek Budapesten megbukni, ez dráma. Hát akkor nálunk, ha Rolling Stones 45 ezer jöttek, akkor a Hungária 5 ezer.
De azért hallottuk már, hogy a jegyek nagyon jól állnak. És olyan egy-másfél nap a buli előtt azt mondták, hogy csináljunk még egyet, mert annyi íze ember van, hogy el lehet még egyet adni. Csak addig húztuk a szerződést, ilyen pontok ide-oda, hogy nem sikerült, de akkor már tuti volt a teltház, de ilyet én még, ezt fehér ember még nem látta. Szóval ennyi ember. Vannak olyan tárgyaid, amikhez nagyon kötődsz? Volt az életemben egy dolog, egy nagyon komoly jel, akkor egyszer hazajöttem egy hosszú valahonnan külföldről, és a feleségem levitt a pincébe, és akkor még épp hogy csak ide költöztünk, és mindenem a pincében volt, minden régi tárgyam, és a pincét előtött a sára mocsok, itt a hegyről olyan ilyen vörös homok jött le, és egyszerűen beázott úgy, hogy kb. Egy méteres ilyen sár, ilyen iszap elöntött az egész pincét, és mindenem ott volt. És akkor bizony a fele elveszett a dolgaimnak. Szóval egyszerűen kibányászhatottam a régi szövegeim, nagymamámtól, dédimtől, mindenkitől, dolgok, apró ízé, fésünk. Az nagyon fájdalmas, és akkor rájöttem, hogy nem kell semmit se gyűjteni, nem fontos semmi. Ami fontos, az itt van, meg itt van. Aztán valahogy megint előjött, hogy de fontosak a kis műtyűrök, a kis tárgyak, mert attól leszek én. És éppen ezért van az a középső szoba, ahol voltunk, ahol a kínai bútor is van, meg a lemezes, az egész más hangulatot sugároz, mint ez. Itt tudok én dolgozni, az nekem nagyon hideg, de olyan is vagyok, érted? De igazán legbelül ilyen vagyok, ez a sok műtyűr, ez a sok emlék embere. Segítettél berendezni ezt a házat a feleségednek? Nem, ezt ő csinált, ezt ő tervezte, Zsuzsa. Én ezt azt mondta, hogy itt aztán azt csinálok, amit akarok, itt len. Ott is csinálhatnék fenn, de azt ott nem akarom, neki jobb ízlése van. Úgyhogy itt mindent összekutyultam, itt van a kommunista ököltől kezdve minden. És mindent gyűjtöttem, mint mindenki. Gyufacímkét mindenki áztatta le, bélyeget, papírszalvétákat, bőröncímkéket és szentképeket. Aztán az maradt egyedül, amit igazán gyűjtöttem. Az pedig azért, mert egyszer a déd nagymamának turkáltam vala, és mondom, ez milyen szép szentkép, és azt mondja, rá volt írva, hogy édesanyámnak, vagy mit tudom, irotáira. Lényeg az, hogy az én keresztapám, akit az orosz fronton lelőtek, egy imakönyvet hoztak belőle vissza, meg holtest is ott volt Oroszországban, meg ez a szentkép. És kivettem a szentképet, és éreztem, hogy ez a családom, ez a keresztapámban egy rész. Ez volt ez a szentkép, ami jelentette neki a hazát, az otthont, az édesanyját, egy ilyen papír, és ebben reménykedett. Tehát annyi szellemi kötődés van egy ilyen pici kis dologban, és azt mondtam, hogy ezeket úgyis kidobnák emberek. És akkor végigjártam ilyen környéken, Rákospalotai vagyok, és végigjártam egy csomó ismerősömet, hogy adjatok, és akkor volt egy nagy gyűjteményem. Aztán leálltam vele, és valamikor pár előtt újra kezdtem, most már sok ezer van, csipkész szél jutott, ilyen régiek. És hát szisztematikusan gyűjtöm antikváriumokban, hogyha lehet, hogy lesz Hungária turné évvégén, és Szekszárd felé is lehet, hogy elmegyünk. Úgyhogy ha valaki akar, akkor a tévétek beleadhatja a nevemre, igaz? Ha például szentképek. Ez a ház egyáltalán nem hivakodó. Nagyon ízléses, visszafogott. Te magad is ilyen vagy? Voltam én nagyon hivakodó. Mondom, nagyon megváltoztam, de voltam hivakodó. És tudom, hogy milyen az. Szóval az jó érzés, hogy azt hittem, hogy jó érzés, hogy azt mondják, figyelj, ott megy a csávó. De nem szoktam meg soha. Szóval voltam már, 260 éves voltam, és még mindig elmentem a Váci utcán, és megállt a forgalom, és azt hittem, ott a izé. Vagy bemegyek egy színházba, és akkor az ember kimegy, hogy ott, figyelj, ott van. Ez nem lehet megszokni, és már nagyon zavar, rossz, hogy nem tudok civil lenni. Hogy nem tudtam fölülni egy buszra 15 éve, holott én is szeretnék, én is ember vagyok, én is szeretnék megállni egy kirakat előtt, csak úgy bámészkodni, nekem nincs jogom ásítani az utcán, nincs jogom. Mert elképzeltek valamit rólam, és úgy szeretnének viszont látni, viszont nincs jogom ezt a látásukat nekik meghazudtolni. Köszi a vendéglátást! Okay.